Két héten belül megkezdik a Zentai Thurzó Lajos általános iskola épületének felújítási munkálatait. A Thurzó Lajos iskola, mint már a polgármester úr is említette, több mint 100 éves. Azóta nemigen volt rajta semmilyen újítás elvégezve, tehát ahogy a világunk halad, a technika fejlődik, úgy gondolom itt az ideje, hogy a Thurzó iskola is új ruhát kapjon kívül belül. A Thurzó Lajos iskola Zente egyik legnépesebb iskolája. Közel 400 diáknak és 50 tanítónak ad otthont. Ezért is tartják fontosnak az épület felújítását, emelte ki Ceglédi Rudolf polgármester. Legrégebbi is oktatási épületük az a Thurzó Lajos általános iskola, több mint 100 éves, és hát tulajdonképpen ennek az iskolának a komplet felújítására írtunk ma szerződést alá. A pénzelést a szerb kormány Nagybeás igazgatósága végzi, a beruházás értéke 262 millió dinár adóval együtt. Az aláírt szerződés az iskola felújítására 300 napot lát előre.